Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Ilyen képen se indítottuk még pénteki tesztet. Szevasztok! Ez egy teljesen sajátságos és egyedi, nem csak hangvitelben, hanem tesztelt gépjárműben, valamint hát nyúzó próbában is új autó tesztünk. Ugye egy Lockheed Trainerrel nyitottunk, ami hát ugye nem egy megszokott látvány sem odahaza, sem itt, ugyanis kint vagyunk Németországban, ez az Insheimi Technikai Múzeumnak a parkolója. És hát engedjétek meg, hogy egy kicsit elbeszélgessünk hát egyrészt a gépjárművel, meg egymással, ugyanis hát ez a Vito Tourer, ezzel jöttünk ide Németországba, várjál csak, hogy is, hogy 1300 volt oda, 1300 vissza, meg amit összejelkezik, szerintem egy 3000 kilométert azért, hajaj, mert ugye a köln se volt kevés, sőt, még több mint 3000 kilométert rakunk ebbe az autóba bele, és hát, hogy is mondjam, három mackó, meg két szomáliai menekült tartózkodik a fedélzeten, úgyhogy alapvetően arra, amire kitalálták ezt a buszt, arra használjuk. Ennél életszerűbb teszt az ég egyet a világon nincsen. Igaz, egy V-osztályra számítottunk, de egy Vito Tourert kaptunk. Ez egy 163 lóerős, 9 gangos automata sebváltóval szerelt, közép-hosszú Vito Tourer, és ugye közép-hosszúságot azt leginkább a csomagtartón tudjuk megmutatni. Nem egy mai modell már, az tény, viszont rendkívül közkedvelt, remélem nem borullám semmi. Jól látszik, hogy használva van, nem mostuk le, direkt az, hogy életszagúbb legyen a teszt. Na, meg időnk se volt rá. Szóval ez itt nagyjából ötünk cucca, így fér be. Én azt mondom, hogy nem kényszerülünk olyan megoldásokra, hogy magunk között tartsuk a cuccot, vagy bent a kabinban. Hát így ennyi nagyjából. Egy hónapra nem mennénk el vele, ahhoz már vagy egy magasabb kéne, vagy leginkább egy hosszabb. De az is tény, hogy öten vagyunk, ez a busz viszont 8 személyes, de ugye Balázsunk azért lényegében, hát ő azért helyet foglal, igényli a helyet ezen a földgolyón, úgyhogy nem is baj, hogy egy picivel... Bár fura perverzió, és most ő hátul ül. A leghátsó sorban, szóval azért ez sok mindent elmond, hogy azért Balázs az a srác, aki az közülünk egyedüliként ehetett volna ingyen abban a Las Vegas-i étteremben, ahol 200 font fölött, vagy 260 font fölött engedték be az embereket. Úgyhogy ez sok mindent elmond, hogy ő is egész emberi módon, bár teljesen sajátságos pozitúrában, de elfér. Ne nézzetek nagyon szét, a gépjármű használva van, hát be is laktuk. Utólag is elnézést a szixtesektől, de majd ki lesz takarítva, úgy kapjátok vissza. Balázs alapvetően itt tartózkodik, ugye az egyedileg dönthető üléseknek köszönhetően egész normálisan be tudsz állni, és srévizavé szeret elhelyezkedni. Mezítláb ment a múzeumban, mert hogy ott van a cipője. Ez nekem is fura. Na mindegy. Ami furcsaság, és egy picit azért kritikával illetném a Sixtet, remélem ezt már javítják, hogy ugye szerszámok nélkül nem tudjuk jobban előre-hátra mozgatni az üléssort. Hiába dönthető külön-külön mind a három. Jól látszik, hogy úgy használjuk itt a közepét, hogy itt egy asztalka maradjon a srácoknak. Amúgy kényelmesen el lehet bele heveredni, mint azt a mellékelt kép is mutatja, mert ide bevágsz, Bence. Elől igazából elől hajtunk, hátul meg élveznek, mert az történik, hogy mögöttünk Tibivel mindenki édes de nászik. Ütemes szuszogásra szoktunk felfigyelni. Amúgy egész jó el vagyunk látva 12 voltos ajzatokból, itt hátul is van egy, mindjárt megmutatom, mert ez innen nem, annyira nem látszik. De itt is tudsz tölteni, ezen az oldalon. A másik oldalon van úgy szintén egy. És hát ugye variálható a beltér, ez nagyon fontos, hogy ez nem a csúcskivitel, ugye ez nem a V-osztály, ez nagyjából az, mint a Volkswagennél mondjuk egy jól felszerelt Caravelle. Az ennek az autónak az ára 14 millió forint. Nem kevés, cserébe ugye hát mégiscsak egy Mercedesről beszélünk, és hát tanúsíthatjuk, hogy még ezzel a 163 lovas dízzellel, úgyis, hogyha most utána számolok, akkor benne van mennyi kiló? Hát 3-4-1-600. Ugye 600 kiló cuccokkal együtt vagyunk. A fasz több. Várja már, ne. Az nem adja ki. Hát 300, de 600. 360, meg a... Meg az apró. A könnyűek. Hát jó, legyen egy 600 kiló, azért lehet vele... A lift már sípolna, de azért lehet vele haladni egészen tempósan. 202 tornáztuk fölött már nem volt neki jó, de azért ilyen kiló 80-at, kiló 70-et itt Németországban simán tud utazni. Úgy, hogy hát mennyi lett a fogyasztás, most megnézem azért. Ilyen 10 körülnél.
az azért nem rossz. Az azért nem rossz, tehát tényleg pont arról beszéltünk idefelé, hogy ha ez 20 évvel ezelőtt történik, azért mennyivel más volt a világ, hogy a zsigulivel már nem vágnánk neki, de így ez igazából 10-12 óra alatt azért le lehet nyomni ezt az 1300 kilométert, úgyhogy az ember nem döglik bele, meg nyilván azért jó társaságban repül az idő. Mindjárt beindítom. 9,1 dele. Micsoda? Akkor levittük. Szóval azért az nem rossz. Elől van ülésfűtésünk is. Ennek a többiek annyira nem örülnek, mert ugye mi előizzadunk, ők hátul fáznak. Viszont van két elektromos tükrünk, elektromos ablakunk. Itt nincs tolóajtó, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert így mindenki arrafelé száll ki. Viszont van itt csempészrekeszünk, ugye ebbe van benne a szerszámos készlet, a tűzoltó készlet. Alapvetően kényelmes ez a kocsi. Tény, hogy nem vetekszik a V-osztály csöndességével, meg erejével, de utaztunk már drágábban is rosszabbul, én úgy gondolom. Én arra emlékszem, hogy amikor az annó akkor ez egy nagyon olcsó, elérhető áru, ilyen munkásokat egyen luxikban szállító, vagy reptéről behozunk embereket. Tehát ez egy ilyen normális áru cucc. Igen, és azért nézzük meg, hogy itt vannak váltófülek, soha nem kell használni. Van tempomatunk, ami radaros. A műszerfal az még nagyon régi, azt látjuk, hogy ez még messze nem az az LCD, biztos, hogy lesz majd újabb is. Meg a V-besé, ez van itt egy navigációs rendszerünk, előgatya rohasztó a fűtés, hátrafelé már ugye soronként azért a légáram. Gatya rohasztó, csak nem jöttünk rá, hogy amikor 18 fok van. Akkor még van meleg. Nagyon meleg. Üzemmód választó, ugye economy, komfort, illetve manuál, start-stop rendszer. Van egy nagy kesztyűtartó, ezeknek a rekeszeknek örülünk, azért szóval itt azért ezeket tudjuk használni ilyenkor. Az állítható kártámasz is nagyon jó. Gyere! Szóval az állítható kártámasz is nagyon jó, ezt szeretjük. Elől jó ülni, mert nem zsibbadtunk el, tök. Lepödörtük nagyon egyébként ezt az 1000... Jó, te vezettél végig, te tudod a legjobban. Igen, én nem karom. Nem úgy szálltam ki, hogy Szokni kellett egy kicsit ugye itt a váltót, meg azt, hogy az ablakspriszni az kettőre működik. Innen nekem hiányzik, megmondom őszintén, egy nagy tároló, hogy ezt itt mondjuk nyithatóvá tettem volna. Hát itt igazából... Van ücsitartó. Szóval el lehet lenni benne, van valami navigáció, de nyilván ezt nem használjuk, mert aktuálisak akarunk lenni. De amúgy meg... Szóval azért a kis buszoknál, ha másra nem a vezetőülésre figyeltek, mert hogyha... Nagyon. Mert hogyha melós vagy, egész nap mész azért a hátad, az legyen jó. Igaz, hogy manuálisan állítható, de egyszer kell beállítani, ezt onnantól kezdve jó. Kormányt azt ugye ki, be, le, fel tudod állítani. Nem egy rossz busz. Hát az árát, azt le kell. Mondd ki. Az ára. Hát 14. Jó, hát figyelj, most ha megnézed, igazából nincs sok opciót, ha mondjuk mutassuk meg a géptetőt, csináljuk meg a 20 centis tesztet. De tudod, hogyha azt nézed, hogy mondjuk, hol az anyámban nyílik? Így. És hát megrágta már a menyét, mert szereti. Ugye van benne egy pár száraz levél. Előttünk egy olasz útról jött vissza pont, úgyhogy azért ez most megtudta, hogy hol lakik a jóisten, de rezzenéstelen arccal tűri a bánásmódot. Figyelj! Van egy ismerősöm, van 5 gyereke. Nagyon nagy gondba volt, hogy milyen kocsit vegyen. És a végén csak az jött ki, hogy vagy multivant veszel, aminél még van csomagtartód, vagy veszel egy ilyet. Szóval 4 gyerekkel már nehéz. És a multivan is nagyon drága. Szóval ez ennyi, ezt el kell fogadni, hogy ez 14 millió forint. Ford lehetne konkurencia, egy tranzit. Hát, de hát azért ehhez képest egy tranzit azért az szekerce. Na menj, gyere Tibi, menjünk. Na, nagyon rövid. Menjünk megint, induljunk bele. A ledek vannak, olvasó lámpa. Figyelj, azért belaktuk ezt rendesen, de... De ez a jó tapasztalat, nem oké? Ez egy ilyen útra. Ja, simán, persze. És főleg egy ilyen autó, ami erre van kitálva. Hányszor tankoltunk? 2-szer? Ez a 9,1, ez azért nem rossz. Szépen itt kiengedjük a kéziféket. És amúgy kultúráltan, finoman el is indul a busz.
Csodálkoztunk az elején, hogy hol az anyámba jöttünk be, Tibi? Ott kell kimenni a... Ott fönt, igaz? A Sörmen felé. A Sörmen felé menjünk, ugye itt van egy talált Sörmen, és hát nagyon szép szimbólum, hogy a Sörment pont egy olyan ágyútalp mellé tették le, amely ágyú aztán nagyon sok Sörmen vesztét is okozta, mert ez egy legendás, 80, ritka büdös az ablakmosónk. Szóval azért tényleg ez az áporodott finkszag, ez botrányos. Kérdőn néztünk egymásra, amikor használtuk, de kiderült, hogy nem. Ez egy 88 mm-es ágyúnak a talpa, és hát azt az ágyút szerelték aztán a tigris páncélosokba is. Hát melyek aztán sok ilyen Sörment pusztítottak el, gyönyörűen látszanak rajta még a kis golyónyomok is. Na de vissza a buszhoz. Igazából nagyon rosszat nem lehet róla mondani, menjünk erre fel a dombra. Ilyenkor elhelyezkedik minden csomag, szóval az elején van egy ilyen kis csörgésrecsek, és aztán hazáig csönd. Majd amikor Peti kinyitja a csomagtartót, már akkor szembesül vele, hogy mi esik az ölébe. Figyelj, nagyon kényelmesen, nyugodtan lehet vele haladni. A futóműve persze olyan, hogy a harmadik sorban azért Balázs néha feljájdul, legyünk őszinték, mert leghátul ülni ugye a hátsó tengely fölött annyira nem pozitív. Cserébe nagyon jót tesz nekünk elől, hogy ugye ott van hátul egy ilyen 160 kilós ballaszt, mert sokkal jobban puhábban fut az autó. Jó ez, hogyha meg van rakva, és mi meg is raktuk. Én úgy gondolom. Igen, már csak a váltót rakják hátra, mi a brudra. Mi transzexelünk speed zone módra. Az 50-50-es súlyelosztás. Figyelj, simán megvan. De amúgy manőverezni is jó vele, szóval azért tényleg kis helyekre. Ott is volt. Akkor forduljunk csak oda. Nézzünk meg. Ugorjunk már be, hogy... Nézzünk meg. Egy, hát ott áll a kerítés tövében. Látom, mindjárt kanyarodok is. Ott. Ja, ott itt? Is áll egy, meg még egy. Hát ott. Aha, kettő kupé Merci. Itt van a 124-es kupé. Aha. Az itt valami Merci bontó cuccna. Ez a hátsó szélvedőt majd a végén kérdezünk. Jó, itt kell lemenni, ezt egyezzük meg, azt már benézzük. Oly, milyen jó kis Toyota. Na, szóval ennyire. Minden másról lehet beszélgetni, ez még csak visz minket. Nagy a tükör, hamar lemossa az ablakot, jó benne a fűtés, igazából nem kell más, meg nem döglünk meg abba, hogy most nekünk 1300 km-t le kell nyomni egy seggel, mert jön, megy, visz. Egész szépen. Ez a 9 gangos váltó, ezért ez gangolgat bőven, hogyha oda van. Fogyaszt ennyit? Tuti. Tudni, hogy ez benne van. Nagyon... És hát azért tiportuk. Tehát Németországban azért hát, nem az volt, hogy levillogtak állandóan minket, hanem... Hát nem. Nem. Most mondjuk van benne 10 000 valamennyi kilométer, de az biztos, hogy ennek a DPF-ért darabig még nem lesz kormos. Az teljesen biztos. Meg ugye most még hazafelé is menjünk, hát egyedül az osztrák szakasztól egy kicsit azért, hogy is mondjam, ott azért félek, mert... Na nézzük csak, itt nyomunk egy... 4003-ig elforog. Jó, hát nem egy versenyautó, de... Ez egy egész dinamikus. De lehet vele. Ez a kasztihoz képest? Abszolút. Ez jó. Abszolút lehet vele közlekedni. És hát azért a kitérő manőverekre, amikre ugye néha sor kerül óhatatlanul egy német városi forgalomba, mert azért elég szarú vezetnek a németek, ami azt illeti. Nem mintha... És nézd, ilyet is tud húzni. Szóval van egy több mint 2 tonnás horog rajta, aztán lehet cibálni a kisebb Mercedeseket. Szóval azért a kitörő manőverekre se reagál nagyon rosszul. Azt mondom, hogy egészen elfogadható, kultúrált cucc. Nyilván a V-osztály, nem véletlenül van a V-osztály alatt, de azért nem egy... Na jó, de a V-osztály azért lássuk be. Hát az sokkal több pénz. De az meg aztán végképp. Na úgyhogy most visszazúzunk a parkolóba, mert az egyik vékony, a másik húsossal elmentek a Concordba. A harmadik vékony, az meg valószínűleg szerencsétlen, az dolgozik. Isten, mit fogunk kapni, ha nyízé dolgoztatjuk itt a vékonyakat, na mindegy. Úgyhogy mi meg visszamegyünk, és összeszedjük a fiúkat, aztán vár még minket egy körülbelül egy 1000-es hazáig. Kiszámolunk még egy jó kis MKB Euroleasinget. Figyelj, biztos, hogy meg lehet ezt venni használtani, szóval használt autóra is van leasing, meg minden. De hát nyilván, hogyha újra nem veszed, meg kapsz rá mondjuk 7 év garit. Meg ez a klasszikus céges. Ez abszolút. És úgy, hogy igazából, ha nagyon cígelni kell vele, akkor lehet, mert kiveszed a leghátsó ülésot, még mindig befértek 5-en, normálisan, mert ugye külön-külön dönthető mind a 3 támla hátul, mindegyiknek van kárfája,
jó hátra tudsz beledőlni, jó tömésű az ülést, nem kell külön deréktámasszal szarakodni, mert úgy jó, ahogy van. Szóval igazából családinak se rossz, ebből egy összkerekessel mondjuk én elmernék indulni a havas hegyekbe is, télen haverokkal síjelni. Fölpakolni tetőboxba, aztán gyá. Nem? Én is. Tehát én egyszer-kétszer voltam lábon így például Barcelonába, úgy hozta az élet, hogy lábon kellett kimenni, és az ugye 2000, én neki mennék. Megalszunk, de mondjuk a napi 1000, azt tudom, hogy ez nagyon kényelmes. Hát ja, ja. Én ja. Azt bevállalnám. Ja. Szóval pont erről beszéltünk, hogy azért, hogyha ezelőtt 20 évvel kellett volna jönni, akkor hát nagyon egyértelműen a repülőgépre szavaztunk volna, de így meg ugye megőriztük a mobilitásunkat, ami nekünk most fontos volt azért. Ja, és jó a fék, hoppá, még azt tegyük hozzá, mert volt rá szükség, nem egyszer, a jó fékre, de megfogja még úgy is, hogy megvan terhelve. Szóval nincs alulméretezve a fékrendszer, nem egy üres autóhoz találták ki, hanem egy csumára megpakolthoz. Jó kocsi ez, csak azért a 14 az... Az fáj. De hát toljuk a csillagot, aztán ez ennyi. Nyilván egy tranzit is belefér, vagy de kettő, de... ez most itt a reklámhelye, hogy tudjuk, hogy pont a Sixtesseknek ez a fontos, hogy egyébként meg... Ja, nem kell megvenned. Szar lenne egy ilyennel járni. Persze. Mert egyébként meg nehezen parkolsz, mindezt láttuk, hogy ezt... Nem, hát ezért kértük mi is ezt, hogy ugye nekünk pont erre kell, hogy eljönni egy hétre melózni. Igen. Erre teljesen jó. Kell cigálni, meg azt terveztük, hogy még veszünk is ezt, azt, ahogy meg is történt. Szóval ebből a szempontból így... Visszafogunk. Ebből a szempont... Hát bemehetünk most is. Mi számolunk egyet itt? Nem, egy utána számolunk. Jó. Szóval ebből a szempontból ki lehet ezt bérelni, aztán meg lehet járni, utána meg visszaviszed. Nem egy nagy dolog, de az mindenképpen pozitív, hogy lehet bérelni ilyen normális buszt is, nem csak valami lefingott tranzitokat. Hát meg, hogy szerintem az alapvetően az emberek mindig nehezen választanak autót, hogy az ő elképzelik az ő életüket. Ja, hát akkor próbáld ki! Egy autó feleljen meg mindennek, ami hát nincs. Na, olyan, hát azért nagyon nincs. És hogy milyen fasza lenne olyan autót találni, és nem kell, hanem egyszerűen az van, hogy elmész egy hétre síelni a haverok, akkor kérek bérelni egy ilyet, és megvan oldva. És még... már most már azért szól. Mondjuk egyszer, hogy bepisztunk a terevel. Nem volt ideje. Nem volt ideje. Nem jött meg a videó. Na jó, mindjárt jövünk, csak megnézzük hátra, hát van szélvédőre. Hátsó ablak. Hinter, mi az? Hinter sutság, tudja a tököm. Na, min. Az. Na, hát voltunk, megkérdezni. Tulajdonképpen kijött az ajtóból Grga Picsics. Abdul Kader volt a neve a kereskedőnek. Nem árul alkatrészeket, sajnos, de hát elmondta, hogy hol találunk. Nem lettünk beljebb azért. Nem lettünk vele beljebb, mert itt Gröningenben vagy hol az anyámban van. Van bontó. Mindenkit kérni, ha valaki tud. 24-es kupéhoz hátsó ablakot, akkor az szóljon. És a kupéhoz más, igen. Mint a négy ajtóshoz, úgyhogy lenne rá igény. Igen. Megvenni. De az ajándék se sértés. A projekt érdekében. Na jó, hát akkor nézzünk egy autohitel.hu-t, egy MKB Euroleasinget számoljunk. Szóval legyen a vételár, hát fájdalmasnak fájdalmas, de hát figyelj, szerintem azért az vastagon benne, hogyha ilyen kell, akkor ez van, kész. Fél csillag van az elején, tehát... Igen. Sajnos. 14 millió egészséges forintot számoljunk. Hát, tegyük hozzá, nagyon rég volt nekem ilyen élményben részem, hogy megállított a rendőr a város közepén, és azt mondta, hogy közlekedési jelzés. Megállítottak minket, igen, már reggel történt, mert ugye itt ült öt... Hát a Tirgumúres... A Tirgumúresi kőműves brigád itt ült egy Vattaúj Mercedes buszba, aztán valamilyen kiszedtek, nem is értem. De utána megkérdezte, hogy honnan jöttünk, szerencsés utat, és jó munkát kívánt. Azaz. Szóval azért... Ja, és angolul beszélt. Vigyáztam. De mi rendesek voltam a német mutatóban. Hát, és szerintem értékelte azt. Nagyra. És okította a két kis panckot, akik fel volt, tele voltak aggatva gásprével, meg minden csili csáléval. A G.I. Joe cuppa jött. Nos, figyelj, legyen 7 millió forint, 7 millió önrész, 5 év. 5 évig azért használsz egy ilyen buszt. Meg ezt cégesen számoltam.
Egyértelműen. Személygépkocsi, hitelfelvevő, az társaság. Na, kérlek szépen, 5 évre. Azt mondja, hogy 135.110 forint a törlesztő, szerintem azt egy sima virágkötő kitermel, ki tudja termelni? Hát, hogyha nem, akkor nem kéne autót venni. PCT vizállott. Hát de nem azért, de hogyha egy vállalkozásban ez nem fér bele, akkor... Igen, 6,1%-os THM, és akkor kérhetnék ajánlatot, mert nem vagyok robot. Hát én úgy gondolom, hogyha ilyen tényleg ilyen mindenes autó kell, de nem akarsz okvetlenül nagyon sok pénzt a Luximuxi V-osztályra, szerintem egy ilyen Vito Tourerrel azért bőven el leszel, főleg így, hogy Euro 6D a motor, aztán még ezt egy darabig nem fogják baszogatni. Speedzone-t kövessétek továbbra is, lesz jövő héten pénteken is tesz, szombaton adás, szerdán műhely, hétfőn Speedzone, minden fronton támadunk. Gyerekek, iratkozzatok fel, kis csengő, nagy csengő, remélem, hogy mindenki megrendelte karácsonyra a shopból a cuccot. Ha nem, akkor késhet a Jézuskán, szóval lehet most is. Mert nem biztos, ez karácsonykor megy, csak ez karácsony, hát mondom, ez utólag, ez már januárban megy le, de hogy remélem mindenki rendel sokat. Ha nem, akkor még nem késő. Akkor húsvétben se késő. Így van, így van. Na, legyetek jók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt Pista és főnök Zinshamből. Szevasztok! Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop!